A tavalyi idősbarát önkormányzati díj után sikerült idén a családbarát díjat is megnyerni. A pályázatban figyelembe vették a város rendeletalkotásait, a fejlesztéseket, valamint a városi rendezvényeket. Igyekeztünk bemutatni mindazokat az intézkedéseket, fejlesztési elképzeléseket, amelyeket Szekszárd önkormányzata a családok érdekében szeretne megvalósítani, vagy hozott mondjuk döntéseket, intézkedéseket tett. Egy nagyon szerteágazó értékelési rendszer volt, a rendezvényektől az óvodai fejlesztéseken keresztül, azokon a rendeleteken át, amelyeket mondjuk a családok érdekében hoz az önkormányzat, azok mind vizsgálták, és szerencsére nagyon sokat tettünk ezen a területen, volt mit bemutatni. Ács Dezső kiemelte, egyre több fiatal telepszik le, és folyamatosan nő a születendő gyerekek száma Szekszárdon. A top források felhasználásából 20 új bölcsödei férőhely jön létre. De ide tartozott a kórház gyerekosztályának felújítása, épp úgy, mint a város nagy rendezvényei, melyek programjaiban a családok minden korosztálya megtalálhatja a kedvére valót. A fejlesztések sorában említésre méltó az óvodai sportpálya program, valamint a Modern Városok program gemenci fejlesztési terve is. Hogyha egy objektív, független szervezet mondja azt valamire, hogy ez szerinte jó, akkor az mindenféleképpen egy objektív visszajelzésnek köszönhető, és ez a díj tulajdonképpen egy ilyen objektív visszajelzés. Szekszárd mellett Paks érdemelte ki Tolnamegyéből a családbarát önkormányzat elismerő címet.